Jelenleg csendes a Kalocsai Kórház környéke, néhány napja azonban ez nem volt így. Tolvaj garázdálkodott ugyanis az intézményben. Január 21-én az esti órákban egy nem helyi, középkorú férfi tulajdonított el összesen 3 betegtől értéktárgyakat. A kezelésen résztvevők állapotát kihasználva többek között mobiltelefont, pénztárcát és karórát vett magához a tolvaj. Az ismeretlen férfiről azonban pontos személyleírást tudtak adni, így a helyszínre kiérkező járőrök ennek köszönhetően percekkel később az utcán sétálva megtalálták a férfit, akinél az ellopott értékeket is megtalálták. A 36 éves dunaújvárosi lakossal szemben kifosztás miatt indított büntető eljárást a Kalocsai Rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.